Volt egyszer egy ember, aki az ő háza udvarán oszlopot épített az ő istenének. De az oszlopot nem márványból faragta, nem kőből építette, hanem ezer meg ezer apró csillámló homokszemcséből, és a homokszemcséket köddel kötötte össze. És az emberek, akik arra járva látták, nevettek rajta, és azt mondták, bolond. De az oszlop csak épült, egyre épült, mert az ember hittel a szívében építette az ő istenének. És amikor az oszlop készen állott, az emberek még mindig nevettek, és azt mondták, majd a legelső szél összedönti. És jött az első szél, és nem döntötte össze. És jött a második szél, és az sem döntötte össze. És akárhány szél jött, egyik sem döntötte össze, hanem mindegyik szépen kikerülte az oszlopot, amely hittel épült. És az emberek, akik ezt látták, csodálkozva összesúgtak, és azt mondták, varázsló. És egy napon berohantak az udvarára, és ledöntötték az ő oszlopát. És az ember nem szitkozódott, és nem sírt, hanem kiment megint az ő udvarára, és hittel a szívében kezdett új oszlopot építeni az ő istenének. És az oszlopot most sem faragta márványból, sem nem építette kőből, hanem megint sok-sok apró homokszemcséből, és a homokszemcséket köddel kötötte össze. Magyar hegyek szele, vidd magaddal, ami hátra maradt. Hincset széljen, erdőkön, mezőkön, kaszáló rétegen, legelő lankákon, patakok partján, mindenütt, ahol valamikor a bújdosó magyar járt és élt, és örvendezett a világnak élete során, bújdosásának ideje előtt. Vigyed, Isten szele, vigyed! Egyszerre csak, mintha parancsúra várt volna csupán, valahonnan a sziklák közül előlebbett egy virágszagú, hűvös kezű, gyors szárnyú szellő. Elkapta a kiszórt halat, és vitte lefele a hegyoldal illatásán, lefele a völgyön, tovább vitte szemben. Ez a mai nemzedék, ez kapott 50 évi agymosást. Néppé gyúrták a nemzetet. Az üzenetem az, hogy ébredjetek föl, magyarok, és legyetek újra nemzet, váljatok nemzetté, ahol nem az a fontos, hogy ki mennyi pénzt hoz az országba, hanem hogy ki mennyi jót, szépet és hasznosat tud cselekedni a magyar közösségért.